Ismét eltelt egy hét, újra jelentkezik Kispa című sportmagazinunk. Köszöntöm nézőinket! Ezen a héten Mátyás Gábor, a Dunaferese ügyvezető elnöke, az Egyesület birkózó szakosztályának szakmai igazgatója volt stúdió vendégünk. Mesélt saját pályafutásáról, valamint arról is, hogyan telnek mindennapjai sportvezetőként. Üdvözlöm kedves nézőinket, önök magazinunk eheti adását látják, ahol is vendégünk Mátyás Gábor, a Dunaferese ügyvezető elnöke, illetve a birkózó szakosztály szakmai igazgatója. Gábor, beszéljünk akkor a te sportpályafutásodról. Mikortól datálódik, beszéljünk erről, hogyan kezdődött. Először is köszönöm a meghívást. Gyakorlatilag általános iskolás korom óta sportolok. Próbáltam mindenféle sportágat, az asztali tenisztől az atlétikáig. Szertornáztam elég sokáig. És 1984-ben, mikor ide kerültem elsős középiskolás koromban, akkor kezdtem el a birkózást. Komóczi Gábor hívására jöttem a városba, hiszen rokoni kapcsolatban vagyunk, ő édesanyámnak az édestestvére, és hát mikor ide kerültem középiskolába, akkor ismerkedtem meg ezzel a sportággal, és hát azóta is ez a szerelmesem. Hogyan alakult a te sportpályafutásod? Meddig üzted? Ugye nyilván még most is aktív vagy, ezt tudjuk, de hogyan kezdődött végül is? Hát serdülő koromban kezdtem el gyakorlatilag ezt a sportágat űzni, és hát elvileg 14 éves korban már, hát ha nincs is későn, de azért ezt a sportágat 8-10 éves korban el szokták kezdeni. Elég nagy volt a lemaradásom, de viszonylag hamar behoztam a hátrányt, és hát serdülő, ifjúság és junior versenyeken, ahogy ugye lépegettem a korosztályba, azért az országos versenyeken is többször nyertem érmet, magyar bajnokságokon szereztem helyezéseket. 1990-es évek elején meghívtak a felnőtt válogatott keretbe, ott edzettem 3-4 éven keresztül, aztán 96-ban magyar bajnoki ezüstérmet szereztem, és 1997-ben pedig lettem a birkózó szakosztály vezetőedzője, ott gyakorlatilag az ilyen szintű aktív sportpályafutásomat befejeztem. Aztán, amikor elértem a 35 éves kort, akkor elkezdtem a veterán korosztályba versenyezni, és hát ezt azóta is űzöm. Ugye beszéltünk itt a birkózásról. Hogyan lesz valakiből jó birkózó? Ugye beszéltünk már arról a korról, amikor érdemes ezt elkezdeni. Mi kell még ehhez? Azt gondolom, hogy ez az a sportág, ahol igazából nem számít, hogy kinek milyen testalkata van. Nálunk az apró, kicsi, vékony gyerekből is lehet nagyon jó birkózó, meg a hatalmas, nagy testű, esetleg túlsúlyos gyerekekből is, hiszen ugye súlycsoportos sportágról beszélünk, és az elmúlt évtizedekben, amit ebbe a sportágba eltöltöttem, az a tapasztalatom, hogy nem mindig a legügyesebb, legtehetségesebb gyerekből lesznek a jó birkózók, de nyilván ez előny, de aki kitartó és akaratos, szorgalmas, abból ugyanolyan eredményes versenyző lehet, mint az ügyes gyerekekből, akár felnőtt válogatott és világversenygyőztese is lehetnek ezek a gyerekek. Mennyi idő az, amíg az ember elsajátítja a birkózás alapjait, illetve amennyire én látom, ez egy nagyon-nagyon érdekes sport, hiszen amellett, hogy nyilván egy fizikai sport, hiszen ez megkerülhetetlen, szóval az erő mellett igazából a hajlékonyságra és a rugalmasságra is szükség van, ami nekem nagyon furcsa volt így első edzésen, hogy egy 80-85 kilós ember is úgy le tudott menni hídba állásból, és tudott a nyakán pörögni és forogni, mint egy 60 kilós, egy szákás izomzattal rendelkező fiatal. Hogyan lehet ezt elérni? Igen, hát amiről beszélt, ezek fizikai képességek, és ugye egy külső szemlélő azt hiszi, azt gondolja, hogy a birkózó sport lévő emberek, nagy darab tagba szakadt 120-130 kilós emberek. Ez nem egészen így van. Ez egy nagyon komoly összetett sportág. Itt az erő mellett, úgy ahogy mondtad, a hajlékonyságra, egyéb fizikai képességekre, állóképességre is nagyon nagy szükség van. Hiszen egy mérkőzést meg lehet nyerni azzal, hogy valaki hajlékony, kifordul esetleg olyan helyzetekből, ahonnan más esetleg nem, meg lehet nyerni erővel, meg lehet nyerni állóképességgel, hiszen ha valaki mondjuk az első menetben
vesztésre áll, de jó az állóképessége, akkor a második menetben simán meg tudja fordítani a mérkőzést. Azonban van egy nagyon fontos dolog, amit nagyon sokan nem gondolnak és nem tudnak. Én nekem is nagyon sok időm betelt, illetve jó néhány éven betelt, még rájöttem, hogy igazából a birkózó sporthoz, amellett, hogy kell az erő, az állóképesség, az ügyesség, a hajlékonyság, stb. A legfontosabb dolog, hogy itt oda tudjunk figyelni és koncentrálni, hiszen a tudatosság, a taktika az nagyon-nagyon fontos egy-egy birkózó mérkőzésen. És mondjuk 15-20 évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy az arányok úgy vannak, hogy a fizikai képességek, azok ebbe a sportágba, ahhoz, hogy valaki egy mérkőzést megnyerjen, mondjuk 70% és 30% a fej. Szerintem ez bőven fordítva van, de inkább azt mondom, hogy 20% a fizikai, és a 80% az itt a fejünkbe dől el, hiszen nagyon akarunk győzni, jól fölépítjük a mérkőzést, tudatosak vagyunk, akkor bármit el lehet érni. Győzni kell, és ez a fejünkbe dől el. Ahogy te is mondtad, ugye befejezted egy bizonyos szintig, ugye 35 éves korban az aktív birkózói pályafutást. Sportvezetőként szakmai szemmel milyen feladataid vannak a mindennapokban? Hát nagyon sok feladatom van, és ennek én nagyon örülök, hiszen lekötik a minden órámat a sporttal kapcsolatos dolgok. Ugye egyszer az Egyesületnek a mindennapos ügyeit intézzük, és emellett ugye a birkózó szakosztályjal külön foglalkozom, és hát ezek a hétvégéket is érintik, hiszen versenyekre járunk hétvégén, egyéb szakosztályainknak a megmérettetéseit is figyelemmel szoktam kísérni, ha módon van, akkor személyesen is elmegyek ezekre a versenyekre. Úgyhogy ezek mellett pedig ilyen társadalmi funkciókat töltök be, Birkózó Szövetségbe, Sportegyesületek Országos Szövetségébe, Magyar Birkózó Ligába, és még egy néhány ilyen feladatom van, amit nagyon szívesen teszek. Ugye a gyerekekkel foglalkozni az egy dolog, és ugye sportszakmai vezetőként nézni rájuk az megint egy másik történet. Itt Dunaújvárosban milyen a birkózás megítélése, illetve hogyan viszonyulnak az emberek ez a sporthoz? Én úgy látom, aki figyelem a híreket, hogy feljutottak ugye az NB1-be, amihez ezúton is gratulálok, illetve most nemrégiben átadtak egy birkózó centrumot. Ezek nekem mind azt mutatják, hogy valami elindult, és elindultatok egy jó irányba. Igen, hát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy sportvezetőként heti rendszeresség ellent vagyok a birkózó teremben, gyerekek között is vagyok, gyerekeknek is tartok edzéseket a mai napig, nyilván a felnőtt idősebb korosztálynak is, és most is látom ott, hogy mi a helyzet, látom sportvezetőként kívülről. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban egy elég nehéz utat jártunk be ebben a sportággal, hiszen elvesztettük a bázisunkat, a birkózócsarnokot 2011-ben. Volt egy időszak, amikor nagyon-nagyon drasztikusan lecsökkent a létszámunk is, de azt gondolom, hogy az oktatási intézmények vezetői annyira korrektek és annyira partnerek voltak velünk, hogy sikerült megmentenünk az utánpótlásunkat, hiszen a Petőfi Sándor általános iskolában és az Arany János általános iskolában is benn van a sportágunk. Rendszeresen tartunk ott edzéseket, hál' Istennek egyre több gyerek van. Ez az alapja mindennek. Tehát, hogyha meg tudjuk teremteni azt a széles alapot, hogy esetleg 80-100 vagy akár még több gyerekkel tudunk foglalkozni folyamatosan, akkor erre rá lehet építeni egy rendszert, egy olyan rendszert, ami most úgy néz ki, hogy komoly előre haladott állapotban van, hiszen megvan a bázisunk, ez a bázis további lehetőségeket nyit. Nagyon fontos állomás volt a január 30-ai tisztújító közgyűlése a Magyar Birkózó Szövetségben. Teljesen más vezetést választottak. Azt gondolom, hogy ez a sportágnak csak jó lesz. Dunaújvárosnak természetesen jó. Nagyon jó kapcsolatot ápolok a vezetőséggel. Bele is kerültem a vezetőségbe egyébként, és így könnyebben tudok lobbizni is nyilván a Dunaújváros birkózó sportjáért. És hát nyilván további terveink vannak ezzel a bázissal, hiszen most csak az alsó földszinti rész került átadásra, ahol még további elképzeléseink vannak az első és a második szinttel kapcsolatban. További birkózó termeket, öltözőket, zuhanyzókat, vécéket szeretnénk kialakítani, valamint szálláshelyeket edzőtáboroztatás céljáról. És
nem titkolt szándékunk, hogy egy akadémiai rendszert szeretnénk a Birkózó Szövetség segítségével itt Dunajvárosban kialakítani. Feljutottatok ugyanról, már beszéltünk az NB1-be. Milyen esélyekkel, reményekkel vágtok neki ennek a szezonnak? Hát az elsődleges célunk, hogy bent tudjunk maradni. Sajnálatos, hogy a Birkózó Szövetség 2 évvel ezelőtt hozott egy olyan szabályt, hogy az átigazolási időszak december 1-től következő év január 31-ig tart. Ez nagyon rövid időszak, és ugye a csapatbajnokság az pedig az ősszel van. És általában nyáron szoktak azért a versenyzők mozogni ide-oda, lehetne őket igazolni, most erre nincs lehetőség. Évvégén pedig annyira kevés ez a 2 hónapos idő, és kevés a birkózó is sajnos, jelen pillanatban felnőtt birkózó, hogy nem tudtuk megerősíteni a csapatunkat. Nyilván az a szándék, hogy esetleg az őszi fordulókba, azokra a bizonyos mérkőzésekre, ahol az fog múlni, hogy bent maradunk-e vagy nem, ott megpróbálunk még erősíteni. Van rá lehetőség, egyébként vendégsportolót lehet szerződtetni, akár külföldit is. De nyilván hosszú távon az a cél, hogy ha bent tudunk maradni, akkor a most feljövő serdülő ifi és junior versenyzőkkel föltöltjük a csapatot. Nem lesz egyszerű. Hát még van azért egy pár hónap az őszi kezdésig. Most azt gondolom, hogy talán lesz lehetőségünk arra, hogy úgy meg tudjuk erősíteni a csapatunkat, hogy bent tudjunk maradni. Ehhez sok sikert és kitartást kívánok. Mátyás Gábornak a beszélgetést, önöknek a figyelmet köszönöm. Ennyi volt már a Sportré, jövő héten én várom önöket, de már egy másik vendéggel. A Dunajvárosi Főiskola vízilabda együttese bejutott a legjobb 4 közé a bajnokságban. Ezúttal a Nyíregyháza gárdáját fogadta a Dunajváros Pase. 3 napos úszógálát rendeztek városunkban. Isten hozta önöket a nemzet sportvárosában, Dunajvárosban. Cserna Gábor polgármester nyitotta meg a 36. alkalommal megrendezett aranyüst nemzetközi úszóbajnokságot. Városunk első embere beszédében kiemelte. Nagy öröm számára, hogy a megújított Fabóéva sportuszoda ismét otthont adhat ennek a rendezvénynek. Thank you, Mark. A megmérettetésen a magyar versenyzőkön kívül részt vesznek szerb, valamint szlovák nemzetiségű csapatok is. A 3 napos viadalon csaknem 450 úszó száll vízbe. A DSTV által megkérdezett versenyzők fiatalkoruk ellenére nagy reményekkel indulnak a bajnokságon. Hát remélem mindenbe javítani fogok, és döntőbe is szeretnék bekerülni. Először, hogy jó időt úszak, a második meg, hogy döntőbe kerüljek. Hargitai András, a Magyar Úszó Szövetség utánpótlás kapitánya kiemelte. Bár versenyző korábban nem indulhatott az aranyüst tornán, már akkor is nagy presztízse volt a bajnokságnak. Hozzátette, ez a megmérettetés nagyon fontos, hiszen az úszók bebizonyíthatják, képesek jó eredményt elérni a közelgő világversenyeken. Most aki el tudja érni azokat a szinteket, azok be tudnak kerülni azokba a főversenyekbe. Gondolok itt a ifjúsági világbajnokság, gondolok itt az EIOF verseny, gondolok itt az ifjúsági Európa bajnokság, ez a 3 lesz az elkövetkezendő időben nyáron. És mindenki előtt nyitva áll a lehetőség. Benevere, a Dunaferese úszó szakosztályának vezetője kiemelte. Minden gyermek, illetve edző számára fontos ez a viadal, hiszen ekkor mérhetik fel a januártól áprilisig tartó időszakban végzett edzés munka eredményét. Minden évben egy óriási izgalom, hogy újra meg tudjuk rendezni a versenyt. Idén ráadásul egy nagyon szép megújult környezetet sikerült itt a úszodában létrehozni. Új rajtköveink vannak, új beütőpanelek az elektromos időméréshez, és a versenykötélzet is teljesen új. Úgyhogy nagyon nagy izgalommal vártuk mindannyian ezt a mai napot. 2002-es korosztály eredményhirdetése következik. Az éveket Kovács Ármest olimpiai világ és Európa bajnokadja. A 36. alkalommal megrendezett aranyüst nemzetközi utánpótlás úszóviadal második napján, a 2000-es Sydney olimpián 200 méteres mellúszás versenyszámában aranyérmet szerző Kovács Ágnes adta át az érmeket.
Ilyenkor arra gondolok, hogyha valamennyit is vissza tudok így adni a gyerekeknek, akkor ez egy nagyon jó dolog, hogyha ezzel is egy kicsit motiválhatom őket, hogy találkozunk, meg hogy kérdeznek egy-két dolgot, és hogy nyilván azért az itt lévő gyerekek közül nagyon sokan nagy bajnokok szeretnének lenni, és akkor van, hogy oda jönnek, tanácsokat kérnek, és akkor ahogy tudok, ahogy tőlem telik, természetesen segítek. A megmérettetés második napján a Dunafair DVS-i úszói közül Böde Laura, Dort Bence, illetve Weiter Dávid is dobogóra állhatott, míg Selmeci Levente a 16 évesek korosztályában az 5. helyet szerezte meg. A viadal zárónapján 3 dunaújvárosi ezüstérem született. A 400 méteres férfi gyorsúszásban Weiter Dávid, ugyanezen a távon a lányoknál Böde Laura, míg Selmeci Levente a 400 méteres vegyes úszás versenyszámában állhatott a dobogó második fokára. A Dunafair DVS-i csapata 1 arany, 5 ezüst és 2 bronzérmet szerzett a 3-napos viadalon. Nyíregyháza együttesét látta vendégül a Dunaújváros Pase az NB1-es labdarúgó bajnokságban. A hazaiak jól kezdték a mérkőzést, hiszen Nikházi már a 8. percben kapufát rúgott. Ezt követően sem lankadt Artner Tamás csapata. Egy felívelt labdát Eppel játszott Nikházi Márk elé, aki 6 méterről megszerezte a vezetést a hazaiaknak. Így az első félidőt követően a dunaújvárosiak vonulhattak előnnyel a pihenőre. A térfélcserét követően mindent megtett az egyenlítésért a vendégcsapat, de a nyíregyháziak sok hibával játszottak. A 71. percben a vendégek légiósa a bosnyák lekönyökölte Nikházit, a játékvezető pedig azonnal felmutatta neki a piros lapot. Nem sokkal később Villám Balázs belőtt labdája Eppel Mártonhoz került, aki megszerezte első gólját a Dunaújváros színeiben. A hosszabbítás utolsó percében Nikházi váltotta gólra a buktatásáért megítélt büntetőt, kialakítva ezzel a 3-0-ás végeredményt. Összességében az játék 90 perc, 90 perc alapján viszont azt kell mondjam, hogy végeredményben az ellenfelünk megérdemelteni járt, mert hasonló helyzetünk körülbelül, ezt jobban használták ki. Artner Tamás a hazaiak újonnan kinevezett vezetőedzője kiemelte. Bár az első játékrészben voltak nehézségeik, a második félidőben sikerült a vendégcsapat fölé nőni. Egyszerűen nem tudtuk felvenni a mélységbe belépő szélső védőiket. Ezt a második félidőre korrigáltuk, csak akkor meg az ellenfél edzője pont váltott. Hála jó Istennek, megmondom őszintén. Ez igazából nekünk kedvezett, hogy a Kosztics egy sorra hátrébb került, az első fél időben nagyon sok zavart okozott nekünk, és a fiúk a második fél időben azt lehet mondani, hogy új erőre kaptak, nagy nyomás alá tudtuk helyezni az ellenfelet, és úgy érzem, hogy megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. A győzelemmel egy hosszú rossorozatnak vetett véget a Dunaújváros pasegárdája, hiszen a csapat megszerezte első góljait, illetve első győzelmét a tavaszi szezonban. Artner Tamás együttese a hétvégén az MTK ellen folytathatja a jó szereplést. A Szeged gárdáját fogadta a DFB együttese a negyeddöntő első felvonásán. Bár a mérkőzésnek egyértelműen a dunaújvárosiak voltak az esélyesei, a találkozót mégis a vendégek kezdték jobban, hiszen ők szerezték meg az első gólt. A hazaiak ezt követően magukhoz ragadták a kezdeményezést, és a negyed végére 3-2-re Menzingeréknél volt a vezetés. A második játékrészben csak úgy, mint az elsőben, szintén a vendégek találtak be először. Ezt követően azonban Horváth Gurisatti és Garda góljainak köszönhetően 3 gólos előnyre tettek szert a dunaújvárosiak. A Szeged azonban nem adta fel, és a negyed vége előtt 3 perccel szépített, majd feljött egy találatra. Nagy szünetet követően sorozatban 3 gólt szereztek a dunaújvárosiak, ezzel a zárónegyed előtt 10-6-ra vezettek. Az utolsó játékrészben a mieink 2, a vendégek 1 alkalommal találtak a kapuba, így végül a DFV-e 12-7-re megnyerte a negyeddöntő első mérkőzését. A bajnoki negyeddöntő második mérkőzését idegenben játszotta a DFV együttese. A dunaújvárosiak számára nagy volt a tét, győzelem esetén ugyanis Mihók Attila lányai már is a 4 közé kerülhettek. Ennek megfelelően jól kezdték a találkozót a vendégek, hiszen Szirágyi góljával megszerezte a vezetést a DFV-e.
A játékrész folytatása azonban nem Menzinger Katáék szájíze szerint alakult, 2-2-es döntetlennel zárták a felek az első etapot. Sőt, a második negyedben a vezetést is megszerezte az agilisan játszó szegedi gárda. Ezt követően azonban Mihó Katilla rendet tett a fejekben, és egy 5-0-ás sorozattal gyakorlatilag eldöntötte a mérkőzést a dunaújvárosi csapat. A záró negyedben még 4 gólt szereztek a dunaújvárosiak, kialakítva ezzel a 11-5-ös végeredményt, ami egyben azt is jelentette, hogy a főiskolások 2-0-ás összesítéssel jutottak be a bajnoki elődöntőbe. A négy között Mihó Katilla tanítványai a Szentessel mérkőznek meg. A DSTV szerkesztője folytatta barangolását a küzdősportok világában. Ezúttal a jiu-jitsuval ismerkedhetett meg. A sportág Brazíliából ered, és a múlt században keletkezett. Futás. Ez volt a jiu-jitsu edzés egyetlen olyan momentuma, amiben még értékelhető teljesítményt tudtam nyújtani. Így van, ezen a héten a dunaújvárosi Gracie Barra Brazil Jiu-Jitsu Egyesületnél voltam, ahol is megtapasztalhattam, milyen érzés legyőzöttnek lenni. Már a bemelegítés alapvető feladatai is nehézséget okoztak. A gimnasztika és a nyújtás még súrolta az éppen, hogy elmegy határát. Ezután kezdetét vette a vesszőfutásom. Ahogyan önök is láthatják, a többiek által csak kukac mozgásnak apostrofált gyakorlat nem lesz a kedvencem. Ahogyan ez a páros feladat sem. A bemelegítő szakasz végén a párunkat kellett különböző testhelyzetben cipelni. Nem gondoltam volna, hogy ezt mondom, de kész felüdülés volt. Bemelegítést követően ténylegesen elkezdődtek a fizikális feladatok. Amikor az alapvető fogásokat, taktikákat próbáltam megtanulni, több-kevesebb, jobban belegondolva, inkább kevesebb sikerrel. A gi magamra erőltetése után elkezdődhetett a tényleges küzdelem, ahol megmutatták, milyen érzés legyőzöttnek lenni. Újra és újra. A tréning elején nem képzeltem volna, hogy ennyiféleképpen lehet valakit kétvára fektetni. Gyakorlatilag az összes létező fogást bemutatták rajtam. Az edzés végére féltem, hogy inhüvelygyulladást kapok a sok kopogástól. Az edzés fináléjaként engem, mint újoncot, szerettek volna ténylegesen felavatni, az úgynevezett altatással. Úgy éreztem azonban, hogy a sorozatos kopogások elbizonytalanítottak annyira, hogy ezt a lehetőséget átadjam az operatőr kollégának, aki élt is az eséllyel. Íme. Kedves nézőink, azt hiszem, illenek ide a költő sorai, megfogyva bár, de törve nem, bár ez nem rajtam múlott. Aki teheti, az mindenképpen jöjjön legalább egy edzés erejéig, és próbálja meg, hogy milyen az, amikor ténylegesen meggyűrik. Ennyi voltam.
ennyi volt mára a kispad. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ne feledjék, jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!